1920. november 9-én Berettyói falban született Karácsony János. Igen. Jani bácsi, hogy teltek a diák és gyermekévek Újfaluban? Hát nagyon jó voltak, hogy szép gyermekkorom van. Óvodába jártam, mondhatom, Vaselői óvodába. Onnan pedig majd, amikor a hat éves lettem, akkor a templommal szemben lévő iskolába, ott kezdtem az első osztályt. A négy osztályt ott végeztem el. A négy osztályt, amikor elvégeztem, utána kerültem ide a polgári fiúiskolába, mint első osztály polgárista. És akkor itt elvégeztem két polgárit, utána édesapám meghalt, és tovább én nem tanultam, mert nem csak tanulmányai szakadtak meg akkor Berettyói faluban, hanem lakóhelyet is kellett váltani. Igen, lakóhelyet is kellett váltani. Elkerültem a anyai nagyszülőkhöz, egészen Sápi határig, ott közel a Sápi határa, tanyálaktak kint, ott voltam a anyai nagyszülőknél. 1936-tól 1941. október 13-áig. 41. október 13-án pedig bevonultam katonának Kolozsvárra. Behívó parancsal rendelték be? Igen, persze, igen. 1941. április 30-án soroztak be bennünket itten a úgynevezett Leventeházba. És akkor október 13-ára pedig megkaptam a behívót, Kolozsvárra, 9. híradó hadtest parancsnoksághoz. Ott voltam egészen 1941-től 1943. július 16-áig. Jani bácsi rendkívüli módon emlékszik ezekre a dátumokra, de nem is lehet véletlen, mert önkéntes vonuló volt a fronton. Igen. Ez akkoriban igencsak ritka számba mehetett. Hogy történt? Az önként mentem ki a fronton, úgy történt, akkor én egy százalosnak voltam a sofőrje. És akkor 43. június utolján hadtest parancsnokságtól jött ki, és mondta nekem, hogy fiam, azt mondja, be vagyok osztva a menet századba, te nem vagy beosztva. De azt mondja, nagyon szeretném, hogyha kijönnél velem a frontra. Egyébként a frontra menni, azt mondja, nagy marhaság. De azt is megmondom neked, hogyha most velem kijössz, azt mondja, akkor én hadtest közvetlen leszek, és ha így viselkedél, mint eddig, akkor jó dolgod lesz. Tessék nekünk segíteni, mit jelent az, hogy hadtest közvetlen? Hát a hadtest közvetlen azt jelenti, hogy a hadtest parancsnokság az nem a vonalhoz van közel, azok hátrább voltak, és az jelenti az, hogy hadtest közvetlen. Tehát úgy ott a magasrangú tisztek voltak, a vonaltól egy 100 kilométerre visszább, ott volt a hadtest parancsnokság. És akkor, amikor mondja én nekem, hogy nagyon szeretném, hogyha kijönnél velem, azt mondja, három napi gondolkozási időt adok neked. Hát hazamentünk este a laktanyába, és én mind század törzsben voltam, és látták a barátok, a kollégák, hogy nem jó a hangulatom. Kérdik tőlem, hogy mi problémád van, most nem olyan a hangulatom. Hát mondom, gyerekek, felvaradó a lecke. Milyen lecke? Mondom neki, hogy a százados úr feladta a leckét, három napi gondolkozási időt adott, hogy kimegyek ivel a frontra. Persze a vélemények megoszlottak, ugye. Egyik mondta, hogy bár nekem lenne egy ilyen lecke feladó már, hát csak nem vagy bolond, hogy önként kimész a frontra. Hát én gondoltam magamban, este, amikor lefeküdtem, hát se kicsi, se nagy, magam sem vagyok viselős, ugye. Reggelre elhatároztam, én kimegyek a százados úr a frontra. Reggel előálltam, másnap reggel előálltam a kocsival, jött a százados úr, és jelentettem neki, hogy százados úr, általában jelentem, kimegyek a százados úr a frontra. Köszönöm, fiam, akkor fogott velem kezet. A múltbeli tisztek nem nagyon paroláztak. És akkor bejöttünk a hadtest parancsnoksághoz, 80 gépkocsi vehető kellett a hadtest századhoz, és akkor kicserélt engem, mert egy 80 gépkocsi vehető kellett, egyet kivettek, engem megbetettek helyette. És az 1943. július 16-án Szamosújváron vagonyíroztak be bennünket, és kimentünk Csernigovba, a Kijev mellé, ott volt a hadtest parancsnok, amikor a nyolcas híradókat váltottuk, a kassaiakat. És körülbelül július 26-án Csernigovba kivagonyíroztak bennünket. Ott voltunk egy ilyen orosz kaszárnyában, ott voltunk elszállásolva. Úgy volt az elhelyezés, hogy a
a legénységnél, ahol voltak, a százados úrnak közvetlen a szobája mellett a legénye, meg én, mink ott laktunk mindig. Körülbelül Csernigóban ott voltunk egy hónapig, a visszavonulás ment, és visszavonultunk Bobrjuszba. Ott voltunk egészen október 6-áig, azt hiszem. Akkor este kaptunk egy légitámadást, és akkor egy pár nap múlva megint vissza kellett vonuljunk Pinkszbe. Ez körülbelül egy olyan 600 kilométeres út volt, ezt tehát 4 napig tettük meg, hogy éjjel nem lehetett menni, a partizánok, hogy éjjel kilőttek volna bennünket. Ahogy mentünk majd, nem tudom, hanyadik éjjel, ez már a Lengyelország súrolta, Lengyelországnak határa súrolta, Kobrinnak hívták, egy olyan nagyobb, csak is hely volt, ott a tisztulók szállodába háltak, mink pedig ahon tudtunk, hogy ott a kocsiba ki, hogy tudott, és akkor én elindultunk október 10-e, 14-e körül, pontosan ezt, tehát nem tudom, és folytattuk az útunkat Pinkszbe, hogy megyünk Pinkszbe. Körülbelül a 4. napon Kobrint, amikor elhagytuk, én a 6. kocsiba voltam a százados úrral, és a 4. kocsi felrobbant. Na, a partizánok azok felaknázták az útat. Vagy erdőből lőttek bennünket, fatetejből, vagy ha másképp nem, akkor az útakat aknázták, és akkor a kocsival ráfordultunk, és akkor robbantunk. Kérem szépen, a 4. kocsi felrobbant. Egy kis olimpiai Opel volt, 4-en ültek benne, a sofőrje, egy hadnagy ült mellette, hátul pedig 2 zászlós ült. És ahogy megyünk egyszerűen, hogy a robbanás, a kis olimpiai Opelt látjuk, hogy repül. Annak a 4 kereke volt felfelé, de már kereke is volt, mert minden repült. Na mondjuk itt biztosan mindenki meghalt. A parancs ki volt adva, amikor indultunk még Bobrjuszból, ha ilyen robbanás történik, akkor tüzelőállást kell foglalni, fegyverek úgy sőretőktől biztosítva, és hogy kapjuk a támadást, akkor visszalövünk. Úgy. Szerencsére támadás nem volt, a zsíg terület volt, partizánok nem jöttek, és akkor mentünk oda, hogy hát itt biztosan mindenki meghalt ebbe a kocsiba. Oda megyünk, hát kérem szépen, aki előült, 2, a hadnagy és a sofőr, azok másztak kifel a kocsiból. Hát szinte hihetetlen volt. A hátul pedig a 2 zászlósnak ült, a szörnyet halt. A másik pedig úgy megsebesült, hogy az eszméletén kívül volt. A halottat elvitték, a sebesültet elvittünk, mi pedig folytattuk tovább az útat. Tovább a százados úr nem mert mellém ülni, mert azt beszélgették ők meg, hogy ez biztosan azért a 4. kocsi robbant, hogy a partizánok látták, hogy ez parancsnoki kocsi, és ez húzós akna volt. Hát az volt, nem volt, ezt nem lehet tudni. A százados úr nem mert mellém ülni tovább. Én a 7. kocsi voltunk. Mondta, hogy fiam, én megyek most már hátra valamelyik tehérkocsiba. Azt mondja, ezek a támadással lesz, azt mondja, onnan lőjük majd őket. Visszavonultunk Pinkszbe, megérkeztünk, nem tudom, 6. napon. Pinkszbe voltunk október utoljától egészen december utolja feléig. Közben a százados úr a legényével hazajött szabadságra Pinkszből. Ők elmentek, én ott maradtam, és akkor karácsony előtt már akkor nem tengelyen jöttünk, hanem velettünk rakva a vagonokról vonatra. Visszavonultunk Brasitokba, ott kerestem lakást a százados úrnak, és akkor én ott laktam a lakásban, amikor ők vissza nem jöttek. Írta a levelet, hogy mikor jönnek, én a kocsival kimentem elébe a vasútállomásra. De is hoztam őket oda a lakásra, minden elhelyezkedtünk, egy ilyen lengyel családnál laktunk, ez ami mérnök lehet itt a fiatal ember, mert nagyon ügyesen megoldotta, hogy ez este valami német hozott neki ilyen anyagokat, alapanyagokat, és szappant főzött. Hát ugye művészet volt ott akkor megélni civil embereknek, és éjjeli főzte a szappant. Reggel pedig besomagolta és vitte eladni, hát ez valuta volt a szappan, gondolom én. Ez már 44 első napjaiban volt. Mondta nekem a százados úr, hogy most már keresél magad helyett egy embert, de olyant megbízható, nehogy valami csavargót szerezzél, azt mondja, akkor visszarendellek a szabadságról. Hát gondoltam, volt egy nagyon jó barátom, ő tartalékos volt, Kis Istvánnak hívták, az a Szatmár Németi Püspökségén volt sofőr. Jelenkezik a százados úrnál, hogy százados úr Kis István, mondjuk azt mondja, akkor én leszek a karácsony helyett. Na jó, azt mondja, akkor karácsony elmondja neked, hogy hogy kell itt viselkedni. Jó, meg is történt ez. Másnap vagy harmadnak is én megkaptam a szabadságos levelet,
14 napra. Kis Istvánnak átadtam a kocsit, mikor százalosról együtt kivittek engem a Brzezinski vasútállomásra. Én akkor hazajöttem. A szabadságos levélre nem volt megmondva, vagy leírva, hogy mettől meddig, csak onnan volt írva, hogy 14 nap. Mert azért nem lehetett, mert közben nem biztos, hogy mikor érünk a határon, ugye felrobbantották a vasútat is, ugye, szóval nem lehet. Az volt a szabadságos levelére, XY, 14 napi szabadság. Mikor beérkeztünk Lavosnyiba, ott adtuk le a szabadságos levelünket, ott írták rá, hogy 14 nap az mettől meddig van. Ott azt megdátumozták, hogy ettől eddig, és akkor, ha jól emlékszek, úgy február elejébe kellett visszajönni Lavosnyiba, ott jelentkeztem a 14 nap után. És akkor megint ugye szabadságos vonatra jöttünk, és jöttünk a századhoz, Brzezinszkiba. Visszajöttünk Brzezinszkiba, ott voltunk egészen március 12-től 13-áig. Brzezinszkiba nem messze volt, egy poligon laktanyának hívták, ez az oroszoknak egy ilyen tiszti képző kaszárnya, akkor rengeteg épület, ott csak tiszteket képeztek ki, ott volt a hadtest parancsnokság, oda kijártunk minden második nap. Mondja nekem a százados úr március 12-e körül, hogy fiam, azt mondja, megint megyek szabadságra. Hát a százados úr, még most jöttünk vissza szabadságról, megint kaptam, azt mondja, 14 napi szabadságot, és azt mondja, és úgy csináljuk meg, hogy a 14 napi szabadságomat megosztom a legényével, a legényemmel, vele, meg veled, azt mondja. Azt mondja, hogy hát azt mondja, egyik őtök eljön velem, a másik kint marad a lakásnál. Hát mondom, menjen kaszján a százados úr, jó, azt mondja. Bejövünk a Brzezinszkiba, a szállásunkra, mondja a százados úr a legénynek, hogy mi a helyzet. Hát azt mondja a legény, hogy menjen karácsonyhoz. Na jó, van, te betyárok, azt mondja, akkor ti már másodjára mennétek szabadságra, nem akartok jönni. Ha majd a századtól kérek én egy embert, aki még nem volt szabadságon. Hát ezt csak bedobta. Hát mondom, százados úr, jelentem, megyek én akkor a százados úrral szabadságra. Na jó van, el is jöttünk, kaptam 7 napi szabadságot, ő pedig 14 napot. Együtt jöttünk is, Kolozsvárra eljöttem vele, onnan én visszajöttem Berettyóújfalu, ugye a jobban mondva Sáframat, a nagyszülőknek a tanyája ott volt. Én nekem úgy kellett indulni vissza, hogy a 7 nap leteljen. Március 19-én kérem szépen, ha Szajolig tudtunk jönni, akkor jöttek be a németek. Szajolnál minden katonát kiszállítottak a vonatról, hogy nem lehet tovább menni, mert a németek nem engedtek át a Tisza hídjon. Visszahoztak bennünket Karszagi laktanyába, ott elszállás, voltunk körülbelül vagy 100-an, 110-en, ezt pontosan nem tudom, és akkor visszajöttünk Karszagra. Ott behoztak bennünket a Karszagi laktanyába, ott voltunk körülbelül egy hétig. Egy hét után jött a parancs, hogy akik nem a frontra mennek, azok most már mehetnek, mert lehet menni a Tiszaídon keresztül, azok mehetnek, de akik a frontra mennek, azok maradjanak, mert kint megmozdulások voltak, hogy a németek is bejöttek, hogy nagy cirkusz volt avval, és akkor széjjel nézünk, vagy 8-an vagy 10-en maradtunk, akik a frontra mentünk volna. Hát mi ott maradtunk a laktanyába, ott voltunk vagy 4 vagy 5 napig, csak mentünk a sajkával, mentünk az ebédért, megkaptuk a reggelinket, ebédünket, vacsoránkat, minden. Egyszer jött egy napos kis zászló, és azt mondja, fiúk, azt mondja, milyen társaság, azt mondja, vannak itt tűzérek, gyalogosok, huszárok itt, ahányan vagytok, annyiféle alakulatot tartoztuk. Mondjuk neki zászlósul, hogy jelentem, hát így és így jártunk, a frontra mennénk, mert. De azt mondja, fiúk, csinálunk egy megoldást, azt mondja, gyertek fel, azt mondja a parancsnoksághoz, én azt mondja, a szabadságosot leletekre ráírom, hogy a további parancsig szabadságolva vagytok, és azt mondja, adjatok itt 3 pengőt táviratra, lehet, hogy mire hazaértek, ott lesz a távirat, hogy vissza kell jönni. Hát úgy is volt, mint szívesen adtuk a 3 pengőt, hazajöttünk vissza a nagyszülői otthonba, kérem szépen, otthon voltam, vagy 3-4 napig, nem jött a távirat. Mi a csuda volt. Visszajöttem Karszagra, nagy féltem, hogy nehogy katonaszökevénynek nyilvánítsanak. Visszajönünk, jelentkezünk, hogy hát mondják ott, hogy hát,
Hát fiúk, azt mondja, a további parancs. Hol hagytuk? Na jó, hát ez ideig rendben is van. Szabadságon vagyunk. Megint hazajöttem. Itthon voltam, megint egy pár napig. Csak nem jött a táviratról semmi se. Hát kezdtem idegeskedni, és akkor feljöttem Kolozsvárra a Százoros úrnak. Százoros úr mondta, hogy tenni, így és így, ő meg beteg lett. Közben beteg lett, megyek a lakására, tüdőgyulladást kapott és feküdt. Hát fiam, azt mondja, én most nem tudok visszamenni a frontra, azt mondja, de írt egy levelet, ezt add át, azt mondja a helyettesemnek, a Veres főhadnagy úrnak, hogy a hát volt bennem egy kis zsiványság, mert amikor visszajöttem, hazajöttem, én a levelet felbontottam melegkéssel, és mit írott benne? Hát írja aztán a főhadnagy úrnak, hogy főhadnagy úr, a kocsit add vissza a Karácsonynak, azt mondja, és majd amikor én meggyógyulok, visszajövök a frontra, és majd megint együtt leszünk. Persze visszaragasztottam. Na és kérem szépen, hát én akkor itthon voltam jó pár hétig, és aztán visszajöttem megint a frontra. Visszakaptam a kocsimat, minden Brassitosba jöttünk vissza. Ez a társaság, ez nem mozdult meg, hogy hatás közvetlenek voltunk, ezeket nem érintett az, de hát, hogy itt nem tudták azt, hogy ez a társaság mozdult, vagy nem mozdult. Mi azon a helyén voltunk ott továbbra is Brassitosba, ott voltam egészen május 15-e körülig, és akkor elhelyeztek engemet Biala Podlaszkára, és főhadnagynak lettem a sofőrje, egy hírszer szakasz volt. Ez körülbelül az egész társaság egy 30 főből álló társaság volt. Ezek mind ilyen rádiószerelők voltak, telefonjavítók voltak, hírszer szakasz volt a neve. Ott voltunk egészen májustól július utoljáig. De akkor már annyira jött a visszavonulás, hogy nekünk el kellett onnan jönni, és eljöttünk egészen Bressenbe. Ez a danzigi részleké közel volt nagyon. Ott egy tűzoltó laktanyába lettünk elszállásolva, hát körülbelül vagy 30-an voltunk. Ott akkor annak a főhadnagynak lettem a sofőrje, nagyon jó dolgom volt én nekem ottan is, úgyhogy ez egy olyan békehelyőrség volt, ott a németeknek a 227-es békehelyőrség volt ottan. Ott voltunk egészen szeptember 21-éig. Hát ott mind nekünk olyan jó dolgunk volt, mint csak a fényképészhez jártunk, meg a moziba jártunk. Ott voltunk egészen szeptember 21-én vagonéztunk be, és akkor már hazajöttünk a külső frontról Kassára. Kassán a repülő akadémiába lettünk elszállásolva. Ott kivagonéztünk minden, úgy azt hiszem, hogy október 2-án érkeztünk meg, és akkor október 13-án, azt hiszem, akkor visszavagonéreztünk, mert jöttek nagyon a közeledett a front, kérem szépen, visszavagonéreztek bennünket, és akkor kocsit is felraktuk a vagonra, és akkor visszajöttünk a Dunántúlra. Meg volt adva a helyzet, hogy hontanáljuk meg az ezred parancsnokságot, hát kérem szépen, mire oda mentünk, ahol az ezeret parancsosság megvolt, adom már megint nem volt, annyira vonultak visszafele. Úgyhogy kérem szépen, másfél hónapig mink vagomba laktunk. Azt lehet mondani, hogy önellátók voltunk. Volt, hogy persze nyílt parancs, ahol ilyen vételező állomások voltunk, ott mindig elmentek vételezni. Felvettük a kenyeret, ezt-azt, volt egy szakácsunk is nekünk, nagyon jó főzött. Hát elmondhatom azt is, hogy ilyen önellátók voltunk, hát amikor megérkeztünk a vonattal ilyen állomásokhoz, mind a két felől kinéztünk, egyik néhány jobbról, néhány balról, úgy kellett beszerezni a tűzre valót, az élelmet is. Láttuk, hogy itt krumpli van, mondták, hogy ha megáll a vonat, akkor gyerünk zsákkal, krumplit vételezünk. Itt szenet láttak a vagomba, akkor gyerünk szenet vételezni. Közös beszerzés volt, ahol látták onnan. Igen. Ide toltak bennünket, oda toltak, majdnem két hónapig ugye a vagonokba laktunk. Jani bácsi, és hol érte a felszabadulás? A felszabadulás. Igen. Amit a mi történelmi emlékezetünkben még annak neveztek. Igen, annak nevezték. Így van. Mink ezt megszabadulásnak neveztük. Na mindegy, lényegtelen. Hát engemet 1945-ben engemet Enzgárba írt ez. Uh-huh. Enzgárba. Ez volt nem május 9-én volt vége a háborúnak, hanem május 7-én. Én ott voltam, én ezt tudom pontosan.
ugyanis én akkor egy főhadnaggyal voltam, én rádióra, hogy telepítettek nem tudom milyen német városba, és oda mentem evel a főhadnaggyal, Vitéz Sető Dezsőnek hívták, és ezt telepítette a rádión rajt. Május 5-én indultunk oda, ott voltunk, ez egy olyan német kastély volt, ott voltunk 5-én érkeztünk oda, egy vasárnap délután, ott voltunk 6-án, és 7-én pedig jöttünk visszafele Einsgárba, ott volt az ezredparancsnokság. De nagyon gyenge volt a gumiellátás, alig jöttünk valamennyi ideig, defektet kaptam, pótkerék nem volt, valahogy megkínoztam a gumit, megjavítottam. Alig jövünk, megint defektet kaptam. Azt mondja a főhadó, hogy nekem a Vitéz Sötét Dezső, ide figyelj, azt mondja, itt evel már nem jutunk el, azt mondja, az ezredparancsnokságig. Jött egy német kocsi, én felszállok rá, azt mondja, és azt mondja, küldök én neked egy pótkereket. Hát jó, hát fogja, nagy úr, mennyi. Úgy is volt, kérem szépen. Úgy elment, én ott maradtam, megcsináltam úgy, ahogy a gumit. Hát én tudtam, hogy evel odáig nem érkezek el. Amikor jöttem, hajtottam. Valameddig elérkeztek. Egyszer egy városon keresztül jöttem, megint éreztem, hogy defektet kapok. Leálltam az út szélére, már akkor a belsteldet, ez május 5-én volt. Ahogy ott megállok, a városon át tudtam jönni, leálltam az út szélére, jön egy német katona, fegyver nélkül volt, azt mondja én nekem, hogy kamarát Krikfertig, mondjuk Sförstén kamarát, nem értettem, hogy mit mond. De jó, elment, én is tovább ott maradtam a kocsinál, alig telt el egy fél óra, megint jött egy német katona. Megint ugyanezt kérdője, hát kamarád azt mondja, Krikfertig, a Nykförstén. Az anyát, neki itt valami történhetett, de nem értettem, hogy mi. Én ott lefeküdtem, már belseldett rám a bőrkabátomat, a köpenyőmet, a fejem alá tettem, a kocsiba lefeküdtem. Hát ott már jó, belseldett, már lehetett este úgy 10 óra körül az idő, csak hallottam, hogy motorkerékpár hangját, hát ezernél motorkerékpárok DKV-k voltak, és megismertem a hangját. Elmondom, hogy motorkerékpáron jönnek, értem biztosan. Meggyújtottam a lámpát, mindjárt meg is érkeznek, terelnös őrmester hozta vállán a pótkereket a motorossal. Komám azt mondja, vége van a háborúnak, megöleltük egymást, megcsókoltuk, vége a háborúnak, megyünk haza. Hát mi már a katonák így képzeltük el, hogy vége van a háborúnak, mindenki megyen haza. Kicseréltem, hogy betettem a kereket, és elindultunk, visszajöttünk, hogy Einsgárba, ahol az ezred volt. Ez már 7-én este volt. Tehát azért mondom, hogy 7-én lett a háborúnak vége, nem 9-én, csak 9-én ratifikálták. Így ezt nekem nem tudják megmondani, mikor lett vége a háborúnak, mert én tudom, hogy ott voltam. Hát kérem szépen ottan, hát már mivel odaérkeztünk, már jó 10-11 óra lefeküdtünk, másnap reggel, hogy nekünk rengeteg, volt van 80 darab kocsi a hadtest századnak, és akkor az adásul tudta azt, hogy ahol mink vagyunk, Einsgárban, oda az oroszok jönnek. Innen el kell mennünk, mert csak tudtuk azt, meg hallottuk azt, hogy az oroszok mit csinálnak itt a civil népekkel. És elvitt bennünket, Hohenfurtba, ezt már tudták, hogy ez meg odáig amerikaiak jöttek. Tehát a háborúnak a vége lett, mink egy kör közepén maradtunk, hogy egyik felül jöttek az oroszok, a másik felül pedig jöttek az amerikaiak. Na most az adásról megtudta, hogy ahol most mink vagyunk, oda oroszok jöttek, és elvitt bennünket Hohenfurtba, ahol az amerikaiak vannak. Útközben le is fegyvereztek bennünket. Az amerikaiak nem maradtak bennünket, fegyvert elszedték tőlünk, úgyhogy május 8-án este odaérkeztünk Hohenfurtba, hát ezrével volt ott a katonaság, német, magyar, egy gyönyörű idő volt május 8-án este, kérem szép volt, lefeküdtünk ki, hova tudott, úgy, és akkor május 9-én pedig a magyar tisztek elmentek az amerikai parancsnoksághoz, és megkérdezték, hogy mi legyen velünk. Jöttek vissza a tisztek, és mondták, hogy ők nekik se ember, se kocsi nem kell, csak üzemanyagot adni nem adnak. Hát mondjuk nekünk is, hogy hát nem számít, üzemanyagot nem adnak, de láttuk, hogy ott vannak a kocsik úton, útfélen, ott vannak hagyva, meg voltak gyújtva, szóval ez egy borzalom látvány volt az. A németek a fegyvereket gullába rakták, löntötték benzinnel, meggyújtották, iratokat, mindent semmisítettek meg. Na és akkor kérem szépen,
Hát nem baj, nem adnak üzemanyagot, nem is kell nekünk, mert hát tanulunk az úton, tanálunk. Én egy ejtőernyős órélekszel voltam, annak meg ilyen tartánya fel volt, ilyen ejtőtartányos volt. Mondtam az őrmesternek, hogy semmi gond, akkor levesszük a tankomat, és ebből a benzint belöntjük a Fordba, ez egy műhelykocsi volt. Már akkor még ugye 89-en mindenkinek meg voltak is társaságok, körülbelül 8-an vagy 10-en voltunk, belöntöttük a Fordba, és mindkül 9-én elindultunk, hogy jövünk haza. Úticélt is maguknak? Hogyne, persze, meg volt a térkép. Bécs felé vették az irányt? Igen, meg volt a térképünk, hogy Bécs, Hegyeshalom, Budapest, onnan aztán majd mindenki hazafele. Hát kérem szépen, úgy is volt, elindultunk május 9-én, szépen elindultunk, és akkor hogy jövünk, hát lassan tudtunk jönni, mert a gépkocsiktól nem lehetett jönni, mert ott hagyta a német, egyik égett, a másik csak ott volt hagyva, fegyverek égtek ott, szóval egy borzalom látvány volt az, és hogy jövünk ott egy erdő szélénél, egy magyar katona intett. Azt mondja az őrmester, na ő vezette a kocsit, azt mondja, de elszaladt egy pár száz métert, megáll. Fiúk azt mondja, ez a magyar katona intett, azt mondja, nézzétek meg már, azt mondja, hogy hát mi van ott, mi van ahol. Elment egy katona, elment. Mi ott kifeküdtünk a napra, ugye jó idő volt. Jött, eltelt egy 15-20 perc, nem jött vissza. Mondja az őrmester a Klimkó szakaszvezetőnek, de Klimkó azt mondja, menjél el már mások magammal, nézd meg, hogy miért nem jött vissza el az izé. Hát kérem szépen, megyen, az se jött vissza. Azt mondja az őrmester, most már megfordulunk, hogy mi lesz, ez itt valami probléma lehet. Hát megyünk visszafele, hát ott az erdő közt egy kis út volt, kérem szépen a völgybe, de rengeteg eső volt, akkor megyünk visszafele. Hát nem az volt az eszékből, hogy jöjjenek vissza, hanem hogy ki mit tudjon szajrézni. Mondja az egyik, hogy én nekem azt mondja, az a Mercedes az enyém, ott van egy gyönyörű személykocsi, az azt mondja az övé. Jó, hát akkor aztán neki fogtunk nézni szíve ellézéketni. Hát volt négy magyar nő, ez egy német lázárett volt, ez egy mozgó kórház, úgy volt. Ezek a szegény nők úgy hát menekültek az oroszok elől, ezek beálltak oda a németek ilyen ápolónőknek. Mondják a nők ott sírva, hogy hát ha ma itt vagyunk, minket, őket ne hagyjuk itt, van itt minden, azt mondja, csak sofőr kell. Hát széjjel nézek én is, megláttam egy Opel Blitzet, el volt sírva. Felmegyek rá, nézem, ez tele volt húskonzervvel, 25 kilós kartonokból kilós sertéskonzerv volt. Mondom, már akkor 10-es voltam, ott egy békésre valló Komáromi Pista, az is 10-es volt. De Pista, mondom, nézed, mondom, ez a kocsi tele van itt húskonzervekkel, volt egy utánfutója is neki, te mondom, ez tele van húskonzervekkel, most már megnézzük a kocsit, hogy nézik. Beülök a kocsiba, kérem szépen, a gyújtás csak a német levette róla, én visszanyomtam a Bosch kulcsot, megnyomtam már a hathengeres Blitzmann, szépen járt is. Na komám, ez lesz a mi kocsink. Csak hát el volt süllyedve nagyon a hátulja. Komárom, mondom, meg ide figyelj, Pista. Ez a mi kocsink, ez Komáromi és Karácsony, Békés és Berettyó, úgy fogjuk ezt mind, vagy forrozunk majd evel. Mint marha katonák, ezt így képzeltük el, még a háborúnak, ugye, amit szerzünk, hát az a, most már a miénk. Nem jutott az eszünkbe, ha vége van, akkor is ez ugye nem lehet a privát emberi, na, de hát ezt nem tudtuk el se képzelni. Úgy addig csinálgattuk, hogy csak kivettük a kocsit onnan. Akkor aztán megosztott a társaság, hogy ide is ültek, a nőkvel jöttek velem, mondja az őrmester, hogy na Jancsi, azt mondja, menjél te előre, azt mondja, hogy megyek utánad. Elindultunk, és akkor hát nehezen tudtunk jönni, mert úgy mondom, fegyverek égtek, kocsik égtek, szóval egy borzalom látvány volt az. Így azt nem is tudja elképzelni, aki azt ott nem látta, hogy micsoda pusztítás volt az. És ahogy jövünk, kérem szépen, mondja az őrmester nekem, hogy mert megálltunk, hogy nem tudtunk jönni, akkor mindig beszélgettünk. Mondja nekem, hogy te Jancsi, azt mondja, most már este fele van az idő, azt mondja, ahol látom valami tisztásabb helyet, azt mondja, ott majd hájunk meg. Na. Ugye a kocsiknak a fronton le voltak festve az üvegeim, hogy így is nagyon 8 centi szélességbe és 2 centi széles világosság volt csak hagyva. Lekapartam a Blitz nevűről a festéket, hát olyan lámpája volt, hogy gyönyörűen lehetett látni.
Ahogy jövünk, egyszer megálltak egy erdő szélén, volt egy kis patak is. Megállok, mondom az őrmesternek, hogy itt mondom, hogy jó kis helyet látok, van patak, és lehet inni és fürödni is. Mondom, itt hájunk meg. Jó van, azt mondja, hát hájunk meg. Hát meg is hátunk ottan. Másnap 10-én felkeltünk, megreggeliztünk, volt még száraz kenyerünk, ugye? Hát konzervről ne is beszéljek, hát az volt töménytelen sok volt. Megreggeliztünk, minden még volt konzervkávénk is. Kezdtünk ott a ruhánkot kimosni a patakba, fürödtünk minden, és mondjuk, hogy hát ne menjünk még ezen a napon el, mert úgy képzeltük el, ha az oroszok vonulnak visszafele, hát azt gondoltuk, hogy hát háborúnak még, akkor mindenki megyen hazafele. Ott maradtunk még 10-én, és majd 11-én, igen, akkor elindultunk. A nők ott 10-én, hogy nem tudom miből csináltak, két zászlót csináltak. Ilyen rövid kis karóra, és akkor az én kocsimnak elő felköröttük, egyik volt egy veres zászló, a másik pedig egy piros-fehér zöld. Hát mi kommunisták vagyunk, meg magyarok vagyunk. El is indultunk, jöttünk ottan az erdőn keresztül, egyszer egy tátrapán két partizánnal elébünk vágódott. Stoj, mondják, hogy szálljunk le a kocsiról. Na mondjuk, hogy itt agyon fognak bennünket lövöldözni. Nem bántottak bennünket, elkezdték a kocsikat fitetni, egyik kocsiról a másikra. Az őrmesternek a kocsiján egy eszterga pad volt, mondja a partizán, hogy arról a kocsiról pakoljunk le mindent, azt ők viszik el. Vételeztek magunknak egy autót? Vételeztek, nagyon egyszerűen voltak. Nem bántottak bennünket. Jelzem, míg ott voltunk 10-én, ott az erdő közt, volt köztünk egy Szolnokra való Bedének hívták, útközben tanálkoztunk vele, ő az SS-eknél volt, és mondja, hogy kérdítünk, hogy magyarok vagytok? Én is magyar vagyok, azt mondja, csak az SS-ekkel beálltam. Tudnátok adni nekem egy katonát? Hát egy más nem tudom, mint zsávai ruhát. Jó lesz az, és azt mondja, egyébként nagy zsivány volt. Hát az SS-ekkel mentve. Na jó, ő szerzett ott egy motorkerékpárt, és ő jött legelől. Elengedtek bennünket a partizánok, ugye a Fordot elvitték, akkor erre a kocsira szállt rá mindenki. Jöttünk, kérem szépen, és ahogy jövünk, pótkereket is szereztünk, üzemanyagot is szereztünk, volt bőven, ne volt probléma, semmi se. Ahogy jöttünk, kérem szépen, egyszer jöttem az erdő közül, kijövök, egy ilyen szerpenténes úton jöttem lefele, defektet kaptam. Nem volt gond, mert úgy pótkerék volt, már nem is tudom, hogy hány ujja, blitzhe. Gyorsan emelőt alá szereztük, kiseréltük a kereket, hát látjuk, mint vágtat egy lovas ránk szembe. Megáll, hát Bede volt az SS. Fiúk, sehova, azt mondja, itt vannak az oroszok, elvették tőlem a motorkerékpárt, adtak egy lovat. Hát nézem egy kis magyar lovot, hát ismertem ugye a magyar felszerelést. Ezt a lovat adták, azt mondja, ne menjünk tovább, ott vannak az oroszok. De ezek nagyon rendes oroszok voltak, hogy elvették tőle a motorkerékpárt, és adtak neki egy lovat. Hát ez egy nagyszerű emberek, ezek. Na, de azért csak féltünk az oroszoktól. Bementünk ottan egy erdő mellett, és ottan letáboroztunk az út körülbelül egy pár száz méterre, ott megebédeltünk. A kislovat én lenyergéltem, én ugye állandó barát vagyok, láttam, hogy a kisló is le van izzadva, minden, lenyergéltem, és a gépkocsit is odaállítottam a hűvösre, és akkor a kislovat lenyergéltem, és én meglegeltettem a kislovat. A csíge ki volt elvesedve, hogy hajtották, és hogy elves volt neki. Én olajra szépen bekentem a kislónak, vagy csügit, hogy puhám legyen, ne legyen a száraz. Na, ott megebédeltünk, hát az út szélén ne legyünk azért. Láttuk, hogy van ott bentebb egy tanya. Hát menjünk a tanyába be, oda megyünk. Ez a Bede, hogy az SS-eknél volt, hát tudott, hogy németül beszél, mondja a németnek, hogy hát ide jönnénk az átom, mondták, hogy gut, hát mit is mondott volna egyebet. Megálltunk a kocsival, hoztuk a kis lovat is, a lovat bekötötték az istállóba. Én azt aztán etettem a kis lovat is színával, meg én megítottam. Úgy én sofőr is voltam, meg a lovat is ápoltam. És ott megháltunk. Mondta ez a SS, ez a Bede, hogy maradjunk még azt, hogy az oroszok hadd vonuljanak visszafel. Hát jó, bele nyugodtunk, ennél való még volt minden. Igen, ám, de másnap 13-a
menni kellene, ne menjünk, mert szerencsétlen nap a 13-a. Hát maradjunk. De már a kenyerünk kezdett fogyni. A konzerv az ott bőven, de a kenyerünk kezdett fogyni. Na hát mit csinálunk? Hát a kislót mondja a Bede, ez az SS, hogy mondja a német parasztnak, hogy vegye meg a lovat, neki nem kér. Mondom ennek a Bedeinek, hogy ide figyelj, van ott nem messze egy tanya, no, vigyük el oda, adjuk el ottan. Én félnyergéltem a kis lovat, ráültem, Bede meg jött mellettem, gyalog mentünk a tanyába, hát egy, mit mondjak, egy kilométerre, ha lehetett a másik tanya, bementünk a tanya udvarra, megállunk a lóval, én leszálltam a lóról, Bede mondja a német parasztnak, hogy ezt a lovat mink eladjuk. Vegye meg, mondta a német, hogy gut, mennyire adjuk. Mondja Bede, hogy hát meg mondom neki, ide figyelj, egy kenyérír adjuk, meg 100 tojásír. Mondta a német paraszt, hogy gut, jó. De mondom, mondd meg neki, hogy nyerget nem adjuk, csak a lovat. Mondta a német, gut, jó. A gazdasszony hozott egy nagy kenyeret, még a 100 tojást összeszedtük, egy vederbe szedtük a tojást, meg a kenyeret. Én a nyerget a fejemre vettem, meg azért a 100 tojást a vederbe, Bede meg hozta a nagy kenyeret. Gyalogoltunk visszafele. Mondjuk aztán a többieknek, hogy semmi gond, most már van kenyér, van tojás, már a konzervet kezdtük unni. És akkor kérem szépen, mindjárt aztán tojássütés volt kenyér is, minden. Jól laktunk. Megbeszéltük, hogy hónap 14-e van, hát most van csak jöjjünk, most van csak szerettünk volna még jönni hazafele, ugye? Volt egy pesti horvátnak hitták, úgy hittük, hogy öreg horvát, hát annyi volt öregebb, 35 éves volt, de nekünk öreg volt, mondjuk igen. 10 évvel öregebb volt. Mondom, neki ide örvezető volt. Mondom, ide fejte, Vinci Bész. Te majd reggel korán, milyen pitymollik, te majd szólsz nekem, én a kocsit elkészítettem üzemanyaggal, vízzel, minden, és akkor reggel indulunk. Jó. Meg is egyeztünk vele. Reggel alig pitymallott, szól nekem, hogy Jancsi azt mondja, akkor menjünk. Jó, gyerünk, üljetek fel a kocsira, jövünk most már akkor. Hát kérem szépen, jöttünk is így vígan, úgy az irány ne is mondjam, Bécs, Hegyeshalom, Budapest, és onnan majd eligazodunk. Jöttünk, kérem szépen, hát nem jöttünk, hogy körülbelül 100 kilométert, elérkeztünk Cvetre. Ott egy patak folyt, egy orosz elivem áll, hogy stoj, megállok, azt mondja neki, odalép az ajtóhoz, kinyitja az ajtót, sofőr, davaj, kócs, de már ki is hozta a slusz kócsot, így, hogy le a kocsiról. Megint mondjuk nekik, hogy most itt fognak bennünket agyonlövődözni. Nem mártottak bennünket, le a kocsiról mindent, én is a kis egyéni szerelényemet összeszedtem, és akkor a pár konzervet, mint marha katona, még a nyerget is a fejemre vettem, hát csak haza jövünk, én itthon majd úgyis gazdálkodok is, meg hát úgy is volt, kérem szépen, leszállítottak bennünket, a nőket pedig elvitték, külön sírtak szegények, de hát szavunk nem lehetett, ott meg kellett adni magunkat, fegyverünk nem volt, ugye hát végig a háborúnak, itt ők dirigálnak most már továbbra. Jött egy orosz szakaszvezető, az pedig kísért bennünket ki a városból, mondták, hogy majd adnak nekünk lovaskocsit, azt avval megyünk haza. Mondtam a fiúknak, nem mondom, hogy a lovat kapunk, mondom, akkor én leszek a kocsis. Jó, mondták, jó van. És ahogy jövünk ki a városból, látjuk, hogy olyan magas a dombtetőn, ott rengeteg magyar van. Hát kérem szépen, ez egy fogolytábor volt, egy száz drótta volt körülkerítve, addig orosz foglyok voltak benne, meg belgák, szóval a németeknek a foglyai. Hát az annyi változott a helyet, hogy helysere lett. Azok kijöttek, mink pedig belekerültünk a drót közé, május 14-én. Na, mondták, hát ezek az oroszok, hát akkor is hazudtak, mint most is hazudnak, mindig hazudtak, ugye. Ennekik ez volt a veszélyparipájuk. Hát belemondom, nem érdekes, hát. És kérem szépen, bemegyünk 14-én a táborba, látjuk még másnap, hogy még egy szál drótot húznak körül. Utána látjuk még, hogy állítanak le osztopokat és fényszórókkal. Félreérthetetlenül építették a fogolytábort. Igen. Hát mondjuk itt egymásnak, itt ez már nem nagyon megyünk még haza, de hát tehetetlenek voltunk. Ugye. Hogy érintette Jani bácsit? Hát én nagyon el voltam keseredve, mert én azt tudtam, hogy 3 évi katonának lenni kell. De már akkor a 4 évet töltöttem.
Azt tudtam, hogy 3 év után megszabadulunk, de nem szabadultam, mert csak 4 év után, de mondom, itt a fogságba kerülünk, innen mikor jövünk, oda ezt nem. Nagyon el voltam keserérve. Úgyhogy egy barakba kerültünk be, nem tudom, hogy hányan. Én leterítem a köppenyemet, meg a sátorlapomat a padlóra, és ott lefeküdtem. Én 3 napig nem keltem fel. Annyira el voltam keseredve, hát a legszebb idején akkor voltam 24 éves. Hát gondoltam, hogy a 3 év az letelik, de nem, akkor 4 év telt el, de hogy innen mikor szabadulom, meg ezt nem lehet. Nagyon el voltam keseredve. Komárami, 10-es komám, ő hozta pár napig nekem mindig azt a kis léllötyöt. Hát az nem étel volt, az moslék volt az. De észrevettem, hogy ha nem mozgok, annyira legyengültem, hogy alig tudtam felkelni. És mi azt tönözte, hogy mégse úgy legyen? Az, hogy már észrevettem, hogy gyengülök. És akkor utána elmentem én Sazira kis... Ez ilyen cukorrépa szelet volt, rá volt öntve a víz, ez meg volt főve, szóval moslik volt, ez nem étel, de ezt kaptuk, hát nem volt mese. Aztán meg tengerét belöntötték a benzines hordóba, és azt megfőzték, öntöttek rá a vizet, és ezeket kaptuk. Szóval rettenetes sonyót okoztunk. És kérem szépen, ott voltunk május 14-től egészen július 13-áig, egy pénteken reggel 2000 embert elindítottak. Hát tudtuk, hogy most már, de hazudtak akkor is, az oroszok mondták, hogy jövünk Pestre, aki nem volt nyilas, az pasli domú. Szeretni fogoly táborról elindítottak, nem tudom milyen városban, egész nap jöttünk, onnan vasút volt, ott este megérkeztünk, ott aztán beszállítottak bennünket a vagonba. Be is szálltunk a vagonba, kérem szépen, mondja este az orosz, hogy zákra vágy, rákúzták az ajtót, bezárták. Mondták, hogy jövünk Budapestre, aki nem volt nyilas, az pasli domú. És merre haladt ez a vonat? Hát ez tényleg Pestre haladt ez a vonat, mert meg is érkeztünk, mint Pestre, nem tudom hány nap múlva. Mondják ottan, hogy az oroszok, hogy hát itt nincsen hely, nem tudnak bennünket igazoltatni, majd megyünk Szolnokra. Mit tudtunk csinálni? Hát visszavonott bennünket. Jövünk, kérem szépen, elérkezünk Szolnokra, mondják, hogy itt sincsen hely. Megyünk Debrecenbe, majd ottan lekádereznek bennünket, aki nem volt nyilas, az majd megyen haza. Hát kérem szépen, már mondták azt a vasútasoknak, mennek maguk a többi 1000 után, azt mondja, Oroszországban. El voltunk nagyon keseredve. Minden nap bejöttek a vagonunkba, ott ami fényes volt nálunk, azt mindent elszedtek. Volt egy zsebórám, azt én néha ide tettem a bakancsomba, mert nem voltam lúgtalpam, oda kötöttem. Másnap jöttek, akkor még ide kötöttem a sapkarózsába a dokszórámat. Úgy, hogy meg tudtam menekíteni. Ami fényes volt, mindent elszedtek tőlünk. Hát az egy rabló banda volt, kérem szépen. Volt olyan, amelyik már 5 karórát kötött fel, és hallgatta, hogy jár, amelyik nem járt orosz levet, azt a főtől vágtuk, az nem jó. Eljöttünk Szolnokról is. Már akkor tudtuk, hogy Oroszországba megyünk, mert mondták, hogy a vasutasok, hogy mennek maguk a többi 1000 után Oroszországba. Nem tudtunk mit tenni, hát ez van. Megérkeztünk Püspökladányba. Ott ugye mindenkinek volt, vagy falubelije, vagy szüle, vagy apja, vagy testvére. Mindig jöttek oda, és kérdezték, hogy oda jön egy vasutas, kérdezi, hogy hát van ebben a vagomban ez egy földese való. Hát mondom, ebben a vagomban nincsen, a szerelvényen van, mondom, maga földes, igen, azt mondja. De majd jött az orosz, aztán jobb foly, majd zavart el onnan azéket, a civileket. Na mondom, az orosz elmegy, jöjjön vissza, van egy zsebórám, mondom, majd oda leadom magának, belesavartam a zsebkendőbe, elment az orosz, oda jött és tartott a sapkáját, én még kinyúltam a rácson és beledobtam a sapkájába. De már megint jött az orosz, hogy jobb folyamány, zavart el őket. Kiáltja a vasutas, hogy hívják őket. Nem érdekel engem, hogy hívják, magyar emberrel is azon, tudtam, most már mindent elvesznek. Minden nap jöttek, mindig rajmoltak bennünket. Ami fényes volt, Bicskát, Borotvát, hát az óra volt a legtöbb, ugye az nagyon tetszett nekik az óra. Jöttünk tovább, kérem szépen, és hát Debrecenben a vonat meg se állt velünk. Hát már akkor tisztán voltunk benne, hogy Oroszországba visznek bennünket. Ez egy nagyon hosszú út volt, kérem szépen. Augusztus 7-én vagy 8-án
Konstancában a tengerparton ott volt a vasút, ott megálltam oda és kiszállítottak bennünket. Hát ez egy majdnem egy hónapig tartott az útunk. Hát mondom, volt a nap, hogy Várad-Velencén három napig álltunk. Ahogy megérkeztünk Konstancába, a tengerparton egy ilyen nagy legelő volt, ott mink saját magunkat kellett körülkeríteni dróttal. Az őrség ott ilyen kis kunyhót tettek, ilyen kátránypapírt, az őrség ott volt, mink meg az ég alatt. Sátorlapon megvolt, és akkor egy székelyudvar helyre való, Báns bácsinak hittem, hát ő 35 éves volt, 36. Nagyon jól összebarátkoztunk vele, és mi a két sátorlapot összekötöttük, és ott a porba, hogy voltunk, ott lefeküdtünk. Ez volt augusztus 8-a körül, és akkor ott voltunk a tengerparton. Mindig fut a szél a tengerű, a fogunk már recsegett a portul, telefonta a szemünket, szánkat, recsegett a fogunk. Kérem szépen, augusztus 17-én reggel mondja én nekem, hogy Jancsi, azt mondja, kelljen fel, megyünk haza, hagyjon már, menjünk haza, Magyarországon van keresztül hoztak bennünket. Hagyjon már engemet. Nagyon el voltam keseredve. A legszebb időmet mondom, már itt kell eltölteni. Elmegyen, megint jön vissza. Jancsi, kelljen fel, mert csak megyünk haza. Hát akkor aztán már bedugtam a bakancsba a lábamat, kinézek a sátorlapon, látom, hogy 15-20 ember együtt ugrálnak, csókolgatják egymást. Tényleg megyünk haza? Hát nem hittem, mert ugye nagyon nem szerettem volna csalódni. Bedugtam a bakancsba a lábamat, aztán kijöttem, mert kezdtem azt hallgatózni. Hát a hír onnan került, hogy volt köztünk egy csendőr szakaszvezető, az délvidéki, ott Gulyásnak hívták, és ez a drót mellett feküdt. Hát a szerbek is foglyok voltak, de hát ők szabadon jártak, ők másképp voltak kezelve, mint a magyarok. És ez szólt oda a szerbeknek, a visszaszól a szerb, hát a tudó szerb, igen, azt mondja, hát délvidéki, hogy, de azt mondja, hajnal 2 óta ti is szabadok vagytok a magyarok. Innen kezdődött aztán, hogy mi megyünk haza. Gyakorlatilag akkor 10 nap után Konstancától visszafele tetszettek fel. Igen. Na és akkor kérem szépen, hát már láttam, hogy most már tényleg itt már valami csak lesz. Jön be a kis hadnagy a Lityinán, és mondja aztán minden csoport odament, hogy ma hajnaltól kezdve Sztalin elvtárs utasítása az, hogy a magyarok és az osztrákok a tiszteken kívül mai naptól szabadok vagytok. Hát kérem szépen, amikor az utolsó 300-an odaérkeztek, hát a magyarok megtámadták a kis oroszt, és mint Árpád pajzsremelés, hogy éljen Sztalin, éljen Sztalin. Nagy öröm volt, már akkor hittük, hogy hazajöjjünk, de azért én olyan fenntartva voltam azért, hogy oroszok ezek, csak irány még mindig hazudtak, mindig becsaptak bennünket. Na úgy is volt, hogy tényleg kis őrségon elvonult, mutatta a kis hadnagy, hogy volt egy olyan kis halom, ott a vasúton át kellett menni, mondja, hogy hát oda menjünk ki, üssük le a tábort, kinek milyen van, és ott azt mondja, majd amikor jön szerelvény, majd akkor, majd jövünk haza. Hát ott megint én evel a báns alvért el, összeakasztottuk a sátrat, és akkor ott lefeküdtünk. Hát én paraszt gyerek lévén láttam, hogy az árpa tarla volt, mert én ismertem ugye. Látom, hogy az árpa tarla, ott lefeküdtünk minden, és kérem szépen ott voltunk augusztus 17-től augusztus 22-ig estig. Na most ugye lejártunk a tenger, az egy kicsit hűrű, bár mondta az orosz, hogy ne járjunk le, mert ha németek közül megszök valaki, akkor darab-darab megfogom bennünket és betesznek. Na visszatmegyek még oda, hogy amikor volt köztünk két magyar tiszt, egy főhadnagy és egy százados. Hát ugye ott vagyunk 2000, körülbelül, hát mondjuk azt a két embert már csak nem kellene itt hagyni, az már ki volt tíva a németek közé, nagy magasrangú német tisztek voltak. Hát mit csináljunk, hát semmi más nem. Mondjuk a tolmásnak, hogy hívja be a kis hadnagyot, az orosz, és akkor egy küldöttség elmegyen oda. Oda ment egy csendőr tiszthelyettes, egy honvéd szakasz, vagy még sima parol is honvéd, meg a tolmás. Meg mink ott a háttérben ott voltunk, ott hallgatóztunk. Mondja a tolmás, hogy ennek a néhány ezer embernek az volna az óhaja, hogy van itt két magyar tiszt, egy főhadnagy és egy százados, engedjék el. A kis Lityinánt egy pár másodperce, így lesütötte a fejét, és azt mondja, hogy jó, azt mondja, mondta a tolmásnak. Mondd meg nekik,
elengedem a két tisztet, ha a főhadnagyból tizedes lesz, a százados úr pedig szakaszvezető legyen. Vagyis csak a tiszteket nem lehet elem. Mentünk oda, a németek közt volt ez a két magyar tiszt, mondja aztán a tolmás nekik, hogy meg a kis hadnagy is, hogy jöjjenek ki a németek közül, szabadok, de csak ilyen feltétellel, hogyha a aranycsillagot levágják, és hát a főhadnagyul tizedes lesz, a százasul pedig szakasz. Örömmel levágták a csillagot. Ez a kis főhadnagy az úgy sírt, mint egy gyerek. Hogy tudta megmenteni a zsebauráját, nem tudom, vagy hogy mint tisztültet nem rajvolták annyira, ezt nem tudom. Benyúlt a zsebébe, és oda akart adni a kis Likinának, hogy így csinált, nem fogadt el. Szóval az orosok egyformák voltak, mint nem fogadt el tőle az aurát. Kijöttünk, oda mentünk oda, letáboroztunk, és már augusztus 22-én este jött egy szerelvény a kikötőbe, németeket hozta, azokat vitték ugyebe a Drót közé, mink pedig beszálltunk a szerelvénybe, a üres szerelvénybe. Sose felejtem el, egy olasz kocsi volt, mert rá volt írva, hogy Itália. Bevágtam magamat, a kis portikámat, sarokba letettem, na mondom, ez a vonat, ha fel nem borul, én innen nem esek le. De kérem szépen, hogy hely ne volt, a vonat tetejére, az ütköző közé, mindenüve megszállták a magyar katonák, hogy jövünk haza. Az öröm azért, hogy mindig feltételes volt mellem, hogy azért nem, az öröm mámor nem fogott el. Nem szeretnék, mondom, csalódni majd. Már pedig szabadok vagyunk, de hát én ki tudja, hogy és lesz. És mikor érkezett el az igazi öröm ideje? A tényleges hazaérkezés. A vonat jött velünk körülbelül egy hétig, és Szegedre jöttünk a dorozsmai táborba. Már akkor szabadon voltunk, kérem szépen, de ott megint Drót közé kerültünk. Na, fene, egyen meg úgy mondom, hogy te vigyázni kell itt a dolgokon. Nagyon. Ott voltunk két napig, két nap elteltével, mindent elszedtek tőlünk, csak ami rajtunk maradt, a zubbony meg a nadrág, úgy kellett kijönni, félmeztelenül levetkőzni, és a kezünket feltartani, és egy orvosné megnézte, hogy nincsen. Igen, persze. És volt olyan csacsi ember, aki bejött velünk, pedig mondták már az úton, hogy itt most már el leszünk egedve, sok akik esesek voltak, azokat szedik ki. És kérem szépen, volt az előttem lévőt is, előttem most megfogták, és szépen félreállították. Tehát ott maradt. Minket elengedtek, de mindent elszedtek tőlünk, csak ami rajtunk volt, az maradt meg. Bejöttünk Szegedre, a rózsamalom, ott kaptuk meg a dokumentumot, tényleg, hogy mai napig is megvan, és ott elengedtek bennünket. Úgyhogy én szeptember 1-ére érkeztem haza, akkor fejeződött be velem az egész játék. Úgyhogy szeptember 1-én érkeztem haza. Jani bácsinak meg kellett szabadulni az órájától. Igen, meg kellett. Nem végleges volt, egyszer azt tetszett mesélni. Igen. Igen, mert tudtam, hogyha nem adom le annak a vasútasnak, úgyis elveszik tőlem. Úgyhogy mikor én hazajöttem szeptember 1-én, már az óra oda-haza is volt. Úgyhogy mai napig is megvan a doksza óra. Jani bácsi gyakorlatilag a háborút végig gépjárművezetéssel mindig töltötte. Már 1942-ben levizsgáztam már a laktanyába is, mint gépkocsi vezető voltam. Mikor hazajött, a gépjárművezetéssel folytatta itthon is a munkát? Nem. Én, mint született paraszt, én tovább én az állatokkal, a lovakkal, mindennel szerettem foglalkozni, és neki fogtam, hogy tovább is gazdálkodok, ugye, hát, mint paraszt gyerek, ugye, én szerettem is csinálni. Hát ez ment is, kérem szépen, 45-től egészen 50-ig. Hát, hogy kisebb súrlódások voltak, 50-ben megnősültem, 50 májusán, május 20-án megnősültem, és kérem szépen, 51 február 3-a vagy 4-én majd a Rákosi börtönében voltam. Miben érdemelte ki? Kiérdemeltem azért, hogy levágtuk a hízót, a tanyánál kivágtunk egy fát, akkor ugye hát mindent elvittek, a padlásseplő is akkor volt, hát eldugtam egy kis tengerit az állatoknak, minden, ezt megtudták, és letartóztattak, és be a Rákosi börtönébe. Úgyhogy én már február első napjaiban a Rákosi börtönét élveztem. Ahogy a börtönbe betettek, ott volt apósomnak a tanyaszomszédja, az öreg Herbert János, amikor betesznek a börtönbe, kérdezi tőlem, hát ecsém, te hogy kerültél ide? Hát mondom azt neki, hogy János bátyám, kivágtam a fát, vágtunk hízót,
eldugtam a tengerit, minden. Hát esélyem, te kapor vagy 6 évet, nem mondom, maga jól igazta. Hát azt mondja, én 1,5 kiló dohányért 3 hónapot kaptam, azt mondja. Hát amit te csináltál, azt mondja, hát évek járnak. Azt mondja nekem az öreg Herbert, apósomnak a tanyaszomszédja, na esélyem, azt mondja, én hónap szabadulok, mit üzensz Mátyásnak, Durkó Mátyásnak hívták az apósomat. Hát mondom, mondja meg nekik, János bátyám, hogy menjen el a sógoromhoz, apósom. Azt mondja az öreg Herbert, én tudok neked ajánlani jó ügyvérét, a Bikonyi ügyvérét, azt mondja, és akkor mondom, János bátyám, menjen el a apósom a sógoromhoz, és próbáljanak egy ügyvédet keríteni, hogy mentsenek engem innen a börtönből. Hát úgy is volt, nem telt bele egy pár nap, bejött a Bikonyi ügyvéd úr, és kérdezi, hogy Karácsony János keresi. Én az ágyszínen ültem, mondom, parancsdoktor úr, én vagyok az. Na, fiatal ember, azt mondja, akkor fiatal voltam, 31 éves voltam, üljünk le az ágyról, sorolj el, hogy mi van itt maga börtönben. Mondom aztán neki, fakivágás, disznóvágás, eldugtam a tengerit, a lucernát, minden. Hát, fiatal ember, azt mondja, elég problémás ez a dolog. Na, mondom, doktorra mondom, hogy mibe kerül, még akkor volt egy kis tartalék, mondom, csak innen mentsen meg. Hát, fiatal ember, megpróbáljuk, azt mondja, nem lesz könnyű, de megpróbáljuk. Úgy is volt, kérem szépen, egy pár nap múlva engemet megbilincselve a börtönőr kísér a tárgyalóterembe. Hát egy nagyon jó kis bíró volt, a jóisten ott áldja meg, ahol van, királynak hívták. Ez nekem úgy adta a kérdést, hogy meg volt a felelet is. Úgyhogy akkor engem szabadlábra helyeztek. Szabadlábra helyeztek, kérem szépen, és elengedtek, hazajöttem, és akkor február 13-ára kaptam egy idézést, megint egy tárgyalásra, csak szabadon voltam, szabadon védekezhettem. Szabadlábra helyeztek, de kaptam 3 hónapi börtönt felfüggesztve, és nem tudom mennyi, 1500 vagy mennyi forintot, az jó kis pénz volt, még annyit még fizetni is kellett. De lényeg, hogy szabadon engedtek. De én láttam, hogy most már akkor hallottam, hogy a gazdákat mindet szedték a börtönbe. Ezrivel voltak a börtönbe, mind becsületes emberek, magyar parasztok, akiket a börtönbe raktak azért, mert becsületesen dolgozott, mert levágta a hízóját, kivágta a fát, stb. Ezért kerültek a börtönbe. Láttam, hogy itt van, ez van, kérem szépen. És én mondtam a feleségemnek, én tovább azt nem folytatom, mert úgyis a börtönbe kötök ki, hanem apósomhoz elköltöztem a bakonszegi tanyára. Ez a bakonszeg olyan csendesen volt, és oda költöztem. Mindenemet volt még egy pár darab jószágom, ökröm, tehenem, lovam, mindent eladtam. És akkor oda költöztem apósomhoz. De hát ugye valamit, hát csinálni kell, a feleségem terhes volt, minden. És akkor kérem szépen, 51-be, hát nem tudjuk csinálni, hát én gépkocsit tudok vezetni. Elmentem Debrecenbe a tanintézethez, vittem a honvédségi jogosítványomat, hogy én gépkocsi vető vagyok, és hát szeretnék levizsgálni. Mondja a Rónai bácsi, hogy hát azt mondja, ez már elkísérte, azt mondja, hogy ezelőtt 3 évvel még átírtuk, azt mondja, de most már nem lehet itt, újra kell, azt mondja, vizsgázni. Hát jó, mondom, a Rónai bácsinak, akkor tessék gondolom intézni, hogy akkor én beiratkozok ide. Jó, azt mondja, jöjjön vissza egy hét múlva. Visszamegyek egy hét múlva, mondja nekem a Rónai bácsi, az iskolavezető, hát Karácsony, azt mondja, hát magát nem lehet be is. Maga büntetett elejületi, azt mondja, magának priusza van. Magát nem lehet, azt mondja, beiskolázni. Hát akkor nem lehet, hát nincs mit csinálni. Elmentem úgy mondták akkor, hogy Maszolaj, magyar-olasz részvénytársaság, ilyen olajfúró vált, oda elmentem ilyen segédmunkásnak, ilyen trógérnek. Hát ott eltöltöttem 4 évet. Jani bácsi, ugorjunk most egy nagyot ám, mert a maga életében sikerült mégis visszakapni azt a bizonyítványt, ami jogosította arra, hogy gépjárművet vezessen. Igen. El is tetszett kerülni a volánhoz, igen, ahol évtizednyi időket dolgozott. Igen, igen, igen. Tanáltam egy helyet a debreceni volánnál. Ahova mentem, kérem szépen, 55 április 1-én a debreceni volánhoz. És ott töltöttem el 25 évet és 9 hónapot. Akkor lettem 60 éves, és akkor nyugdíjba kerültem. Nyugdíj után pedig ugye elmentem a
kultúrház, volt egy kis buszok, és ahol jártam 4 évig. És akkor mondták a gyerekek, hogy hát most Pesten voltam, most Gödöllön voltam, most Balatonon voltam. Mondták a gyerekek, hát édesapám azt mondja, ennyi kilométerre jobb, hogyha kiváltja a taxit. Hát taxis, hát hogy legyek én taxis. Rábeszéltek, kiváltottam a taxis engedélyt 1985-ben. Igen, 85-ben, akkor már voltam úgy 65 éves, és 16 évig még taxiztam. 2001-ig. Csak akkor már észrevettem, hogy a taxiban nem beszállok, meg kiszállok, hanem bemászok és kimászok. Úgyhogy kérem szépen, 2001. december 27-én, a nevem napján be is adtam a iparengedélyemet. 2003-ig Berettyóújfaluba. Laktunk, akkor pedig felköltöztünk Budapestre. És hol tetszik élni most? Ma kérem szépen, én mindig az volt a vágyam, hogy mire én öregszek, én a gyerekeiknek ne legyek terhére. A gyereknek volt egy ösmerősök, Tóth Istvánnak hitták, és elmondták nekik, hogy én nekem mi az óhajom, hogy én elmondtam, hogy én nem szeretnék a gyerekeiknek a terhére lenni, mert én láttam, hogy mindent az öreg, az csak tehér. Hát nagyon jók a gyerekeik, a lányom, a vejem, az unokám, minden nagyon rendes, de mondom, nem várom meg azt, hogy majd engem ottan mindenki dolgozik, hogy mindenkinek dolgozik, és mondom, hogy nekem az a vágyam, hogy én valahogy ilyen rendes napközi otthonba kerüljek. Hát ugye ez egy nem szociális otthon, ez egy emelt szintű. Egy apartmanos. Itt mindenki egy szobában van. Nyilván, hogy meg kellett fizetni, de itt olyan ellátás van, hogy mindenkinek azt kívánom, amire öregségére ennél rosszabb helyen ne legyen neki.